30 évvel ezelőtt rendezkedett be Kelet-Szlovákiában az olasz 'Ndrangheta klán, az olasz hatóságok veszélyjelzéseit alábecsülték. Ezt mondta az Euronews-nak a római belügyminisztérium szervezett bűnözés elleni tanácsadója, korábbi maffia ellenes ügyész. Nell'Europa dell'Est abbiamo segnalato da molti anni. Már évekkel korábban felfigyeltünk a 'Ndrangheta módszerére. Kelet-Európában oda telepednek le, ahol lefizethetik a politikai osztályt. Ugyanakkor nem kell tartaniuk nyomozástól, jelentette ki a szakember. Szlovákia esetében a Reggio Calabriai ügyészség régóta jelentette egy kalábriai klán jelenlétét, de a szlovákok mégsem tettek semmit. Nem csak Szlovákiában és Kelet-Európában, de mindenhol, ahová az olasz maffia beteszi a lábát, hiányzik egy általános érzékenység, hogy hatékonyan felvegyék a harcot ellenük. Ha ezen országok hozzáállása nem változik, és nem értik meg, hogy a probléma nem csak olaszországi, hanem minden érintett állami, akkor sajnos nem tudjuk majd legyőzni őket. És hogy mely országokat érintheti leginkább a 'Ndrangheta jelenség? Megállapítottuk, hogy a 'Ndrangheta Európán kívül is létezik. Kanadában például rémisztő gyilkosságok sora történt az utóbbi időben a szicíliaiak és a kalabriaiak között, de Ausztriában, Svájcban és Hollandiában is. Rögtön a berlini fal leomlása után például a nápolyi kamorra szabályosan megszállta a keleti piacokat, Lengyelország és Csehország javát.